mögötte, a Suguri mögött volt a selejtezőben, ezért a két program alapján a negyedik helyen áll. Ez sem rossz egyébként. Idora Heget például megelőzheti. Hegel egyetlen egy helyjel van előbbre. Szép a kombinációja, kifordult a viccból. Régen láttuk már Tripla Rydbergert. Jó az Axel. Idora Hegel elé kerülhet Sara Meyer azzal, hogy ő sokkal jobbat nyújtott itt a rövid programban. Jobb volt egyébként, mindenki jobb volt ebben a csoportban Idora Hegelnél. Egy kicsit koreográfiában, egy kicsit előadásban, megítélésben is. Hegelnek nagyon nagy szó, hogy ebben a csoportban futhat. Egy világbajnoki bronzérmes Szugurival, Európa-bajnoki bronzérmes Volcskovával, négy kontinens győztes Jennifer Kirk, illetve junior világbajnok Jennifer Kirkkel, Sara Meyerrel, aki junior világbajnoki bronzérmes, négy kontinens is nyert egyébként Jennifer Kirk, meg junior BB-t is. Élete legjobb produkciója és élete legjobb csoportja ez a mostani. Itt a Rydberger kicsit hosszan készülődött hozzá, de szépen megvolt. Eddig mindenki flippet választott. Az első csoportban volt talán Lautova, aki Rydbergert ugrott. Lautova vagy McCorkell. Axel. Nem volt nagyobb magas az Axel, elég korán elkezdte a forgást, benne még majdnem, hogy a jégen volt, mikor már forgott. Annyira alacsony ilyenkor az ugrás, nem is volt nagyon hosszú,
kevés ideje van a levegőben, hogy megtegye a 2,5 fordulatot az Axelnél. Éppen csak, hogy... Véget is korán dobták be a mély vízbe, de mondjuk Horvátország nem nagyon dicsekedhet azzal, hogy rettentő sok műkorcsolyázója lenne, és hogy kénytelenek voltak, amint találtak valakit mindjárt a felnőttek között indítani. 16 éves volt mindössze, amikor már ott volt felnőtt VB-n, felnőtt Európa-bajnokságon. Tavaly 24. volt csak a VB-n, azt megelőzően 14. 10 helyet csúszott hátra. 14. nem nagyon tud lenni az idén újra. Ha egy picit jobban futja ezt a rövid programot, talán akkor az 5. A 3. helyre kellett volna bejönni ahhoz, hogy tartsa a pozícióját maximum a 4. The next skater aus Frankreich, representing France, Anne-Sophie Calvez. Anne-Sophie Calvez. Húsz éves francia lány. Nagyon szép két tripla tóló kombináció. Jennifer Kirk az egyetlen, aki eddig csinálta. Triplája is. Ugyanazt ugorta, mint a mezőny nagy része a tripla flippet. Szép produkció. Nagyon szép produkció. Anne-Sophie Calvez. Tavaly 22. volt, az volt a 2. világbajnoksága washingtoni, azt megelőzően a selejtezőben kiesett. Véleményes, hogy ő-e a legjobb francia, hiszen francia bajnokságot nem tudott eddig nyerni, viszont az a fiatal francia lány, akit itt az Európa-bajnokságon látunk, Candice Didier, szuper, mondta az edzője. Candice Didier itt az EB-n nem tudott bekerülni a legjobb 24-be. És ezért annak ellenére, hogy Calvez kikapott tőle a francia bajnokságban, a francia bajnok Didier itt kapott lehetőséget Budapesten, Calvez pedig
ezek után Dortmundban a világbajnokságon. Itt van a tripla-tripla kombinációja, túlforogja egy kicsit a másodikat, de attól az még tripla, és attól az még egy nagyon erős kombinációnak számít. Tavaly is csak azért jöhetett egyébként Calvez világbajnokságra, meg Európa-bajnokságra, mert Didier akkor is megelőzte őt, és az volt a szerencséje, hogy Candice Didier akkor még nem volt 15 éves, már pedig a felnőttek között csak 15 éves kor után lehet indulni. De úgy tűnik, hogy itt most bebizonyosodik, hogy Calvez jobb formában van. Axel. Mert az első 20-ban valószínűleg benne lesz, és egy világbajnokságon az első 20-ban benne lenni, úgyhogy a betétárs Európa-bajnokságon nincs az első 24-ben. Ez elég markáns különbség. Ladies and gentlemen, the marks please for Anne-Sophie Calvez, France. Marks for required elements.